Mikulás énekkel hangolódnak várakozás közben az apróságok a futásra. Egyesek ugrabugrálással melegítenek is. Időközben a Mikulás is megérkezett 4-es fogatú lovaskocsijával. Mögé gyülekeznek a futók, még egy kutyus is izgatottan várja a rajtot. A Mikulás fogata elindult, utána pedig a tömeg, a falu apraja nagyja kifutva, kisétálva, volt aki babakocsival. A falu utcáin boldog gyermeksereg pásztázott végig, nem kis feltűnést keltve. Körülbelül 1 kilométeres kört tettek meg a faluban. Hagyománynak tekinthető már ez a rendezvény, 2019-ben volt először megrendezve, tavaly is tervben volt, csak tavaly sajnos a Covid miatt nem tudtuk megvalósítani, idén erre most szerencsére volt lehetőségünk. Ez egy teljesen rendhagyó futóesemény. Egyrészt ez egy jótékonysági futás, ugyanis a helybeli, a nevezési díjakból a helybeli ovinak gyűjtünk illóolajos diffúzorokra, illetve illóolajokra pénzt, amivel a gyerekeknek a egészségi állapotát, illetve a közérzetét esetleg lehet javítani. A célba érkezve édességet osztott a Mikulás a résztvevő gyerekeknek, akik egyedi érmeket is kaptak, melyet a falu óvodásai készítettek számukra. Hát igen, van egy táblázat. Ott megvannak a pontok, ez a sorszám alapján, hogy itt hol vagytok. Itt már Nagy Péter főszervező a felnőttek rajtja előtt magyarázza a szabályzatot. Ők a gyerekek beérkezése után indulnak. Itt az 5, 10, 15 és 20 kilométeres távon kijelölt pontokat is kell érinteni a résztvevőknek, melyet térképen jelöltek. Az útvonal nagy részt a falun belül halad. A 9 éves Kenyér Tímea, miután lefutotta a gyermektávot, a családjának drukkol, ugyanis szülei és testvére is rajthoz állt a hosszabb távon. Sportolok és futottam. Hát a kosáredzésen, meg kosarazok, meg tornázok, ott sokkal többet futunk, szóval nekem ez nem volt nehéz feladat, és élveztem. A fukám, meg az anyukám, meg a testvérem fut most a 5 kilométert. Hát anya biztos, hogy le fog maradni, mert azért ő nem nagy kedve van ehhez, de mindig elvisz ilyenekre. És nagyon szeret futni, de nem bírja. Hát apáik meg bírják. Voltak indulók a környező falvakból és Paksról, valamint Budaörsről is. Megközelítőleg 100 fős létszám vett részt a jótékonysági futáson.